Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Amikor az előttünk fekvő előterjesztésről folyik egy látszólagos vita, akkor öröm tölti el a szívemet a tekintetben. Vannak olyan kérdéskörök, amelyeknek legalább az alapvetéseiben egy széleskörű, a nemzetben gondolkodók között mindenképpen széleskörű konszenzus alakul ki, hiszen látható, hogy amikor világörökségi helyszínekkel vagy ezekkel kapcsolatos előterjesztés kerül elénk, akkor az a háttérvonulat azért fellelhető, tapasztalható, hogy mindenki meg szeretné ezeket védeni. Pontosan ezen szándék alátámasztására szeretnék egy-két olyan példát és momentumot behozni ebbe a vitába, amely arra utal, hogy a való világtól sajnos néha ez a védelmi szándék távol áll. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy a Tokaji térség 9 települése a korábbiakban kijelentette, hogy lekívánnának mondani a világörökségi címről, hiszen ez érzésük szerint akadályozza a helyi gazdaságfejlesztésüket, miközben teljesen egyértelmű az, hogy a helyi gazdaságfejlesztés prioritásai nem élvezhetnek elő. Adott esetben a világörökségi cím annak megtartásával és annak hozadékainak megtartásával szemben. Tehát ezek összeegyeztethető dolgok lennének. Mégis jelen pillanatban láthatóak olyan jelenségek, hogy bizonyos kistérségek, bizonyos kistelepülései nem érzik ennek fontosságát, vagy pedig nem érezhetik abból kifolyólag, hogy a mögöttes kormányzati támogatottság, mind a gazdasági támogatói struktúrák tekintetében, mind pedig a mögöttes források tekintetében nem elégséges ahhoz, hogy ezen települések életében elérje azt az érzést, hogy meg akarják tartani ezt a státuszt, hogy meg akarják tartani adott esetben a világörökségi címet. Ugye tudjuk, hogy mint kultúrtáj ez a régió is 2002-ben kapta meg ezt a címet. Én nagyon szeretném, hogyha 10 vagy 20 év múlva is fel tudnám mutatni. Tehát érdekelté kell tenni a településeket, a kistérségeket abban, hogy meg is akarják ezt tartani. Csak így érhető el, hogy mint Olaszország esetéhez hasonlóan, ahol ugye gyakorlatilag évente mutatnak be egy-egy újabb világörökséginek minősített vagy annak tekinthető területet, városrészt, régió, kisvárost. Ugyanígy Magyarország esetében is tudjuk, hogy ahhoz a pár világörökséginek tekintett helyszínhez képest gyakorlatilag több száz ilyen található a Kárpát-medencében. És pontosan ez a másik legnagyobb probléma, amire én kérem, hogy a jövőben kormányzati szinten is nagyon figyeljenek, hiszen ez az előterjesztés, ami előttünk fekszik, támogatandó. Bödecs Barna képviselőtársam elmondta a lényegét, hogy miért. Ugyanakkor a kijelenthető az, hogy mindössze pár világörökségi helyszínünk van, ami deklarált, elismert. Ehhez képest mi magunk itt a házban is bizonyára tudunk több százról. Itt is látok most olyan képviselőt, aki például könyvet írt az egyik kedvenc fővárosi kerületemről, ahol világörökségi helyszínt biztos, hogy találhatnánk, csak maximum ez még nem regisztrált, nem elismert. De az egészen bizonyos, hogy a Kárpát-medencében több száz ilyen terület, régió, településrész, város található. Az is biztos, hogy ezek ugyanakkor veszélybe kerülhetnek, hogyha nem gazdálkodnak körülöttük megfelelően. Mire gondolok itt? Adott esetben a magyar föld védelmének a kérdésére, amit valóban csak egy gondolat erejéig, de azon egy gondolat erejéig mindenképp szeretnék behozni ide, hiszen azáltal, hogyha a magyar földet nem sikerül kizárólag hazai kézben összpontosítani, biztosítani hosszú távra, tehát az elidegeníthetetlenségét szavatolni, nagyon sok világörökséginek számító, vagy a későbbiekben annak tekinthető helyszín is veszélybe kerülhet, azáltal, hogy azzal a földterülettel együtt, amelyen ezek jelen pillanatban feküsznek, gyakorlatilag idegen befektetők kezébe kerülhetnek, aggályainkat pedig e tekintetben növeli, hogy nem csak az önök alaptörvényéhez benyújtott módosító javaslatunkat szavazták le egyesével név szerint, amely a magyar földet megvédte volna, hanem sajnos a kormányzat ugye a 2014-ben lejáró földvédelmi moratórium, átmeneti mentesség lejárta utána következő időszakra sem látható, hogy bármi olyan érdemi lépést tervezne, ami meg tudná védeni, magyar kézben tudná tartani a magyar földet. Tehát nagyon komoly aggályok vannak a tekintetben, hogy a még fel nem tárt, még nyilvántartásban nem vett, és még nem regisztrált, de amúgy bizonyosan magyarországi, itt a Nagy Magyarország területére tessék gondolni, világörökségi vagy annak számító területek védelme esetében itt még nagyon-nagyon sok, nagyon súlyos lépést kell megtenni. A Jobbik arra bíztatja tehát ezen előterjesztés elfogadóit, hogy kutassuk fel, tárjuk fel azokat a helyszíneket is, amelyek a jövőben lesznek regisztrálhatóak hasonló módon. Alakítsanak ki, alakítsunk ki olyan gazdálkodás-fejlesztési programokat, amelyek a jelenleg már regisztrált régiók, mint a Tokaj környéki régió esetében is lehetővé teszi azt, hogy egyetlen kis település se szenvedjen hátrányt, viszont ne akarjanak lemondani adott esetben egy világörökségi címről, pusztán azért, hogy az iparosítás tekintetében bizonyos vélt vagy valós anyagi előnyökre tehessenek szert.
végül pedig a földvédelem tekintetében kérjük, hogy majd azért mondjanak át vagy bét, hogy tudhassuk mi is azt, hogy 10 vagy 20 év múlva a leendő világörökségi helyszíneink, területei, régiói, környékei védettek lesznek-e, avagy majd le kell folytatni azt a gazdasági szabadságharcot is, amelynek keretein belül visszavesszük majd magyar kézbe ezeket a területeket. Most, amikor békés utakon el lehet ezt intézni, remélem, hogy lesz annyi belátás a kormányzatban, hogy elintézi, és még egyszer örömömet szeretném kifejezni a tekintetben, hogy egy ilyen konstruktív, előremutató témakör bekerülhetett a ház elé, és valóban az együtt gondolkodásnak olyan táptalaját is képezheti, amiből még valami nagyon jó dolog is születhet, akkor, hogyha konstruktív, építő, jobbikos ajánlásokat méltóztatnak meghallani. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt elnök úr, tisztelt, hát éppen kezdtem volna kiabálni, hogy államtitkár úr ne szaladjon el, de szerencsére államtitkár úr visszatért időközben, ezért neki tudom szegezni azt a kérést, ami a zárszavát illeti, csatlakozva egyébként korábbi hasonló terű igényekhez. Ugye itt az szerepel az előterjesztésben, hogy vonjanak be minden érintett szereplőt az együttgondolkodásba, szerintem itt gondolkozásba szerepel, nem túl magyarosan, és az évforduló megünneplésében ez nagyon szép, amelynek témája a világörökség, fenntartható fejlődés és a helyi közösségek szerepe. És ennek kapcsán szeretném én is azt megkérdezni, hogy hát hogy van ez, hogy itt nagyon szép dolgokban megegyezünk, de ugyanakkor a mellé rendelt nem csak költségvetési források, hanem egyáltalán a források, mint egy kicsit hiányosak volnának. Mire gondolok konkrétan? Egyrészt a kezelési tervek kapcsán sem látom én azt, hogy a következő években akár hát az idei költségvetésről ne beszéljünk, de a következőkben sem tudom, hogy milyen elkülönítéseket terveznek a tekintetben, hogy világörökségi helyszínek, vagy kijelölt, majd a későbbiekben talán elfogadtatni sikerült helyszínek, egyáltalán védelme, állagmegóvása, mint mondjuk akár Ipolytarnóc esetében is szükséges lenne, vagy fejlesztése, milyen forrásból, milyen körülmények között, milyen lehetőségek alapján valósulhat meg. Milyen gazdaságfejlesztési programok tudják elérni azt, ahogy a korábbiakban említettem, hogy a világörökségi címmel rendelkező települések, adott esetben több település, ne érezze azt, hogy ez neki valóban egyfajta teher, ne akarjon lemondani erről a címről, hanem óvja, gyarapítsa azt, és igenis profitáljon belőle tisztességes, a környezetet és magát a világörökséget megóvó módon, tehát nyilvánvaló, hogy nem egy önfelélő rendszeren belül. Végül pedig hát az lenne a legfontosabb kérdés, hogy milyen tervekkel rendelkeznek arra nézve, hogy mégiscsak honnan lehet ide csoportosítani bármilyen forrást. Élhető-e az olasz minta, még egyszer mondom, lényegében évente tudnak világörökségé nyilvánítani valamit. Ugye tavaly egy képviselőtársam jegyezte meg, hogy talán egyszerűbb lenne egész Olaszországot világörökségi helyszínén nyilvánítani, megspórolva a papírmunkát, de Magyarországon milyen tervek, milyen források és milyen költségvetési pénzek állnak, vagy fognak rendelkezésre állni a tekintetben. Köszönöm a lehetőséget.